Szürke Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast. A mikrofonnál Rezső, valamit állandó vendégem, Dani. Sziasztok! Folytatjuk a Mentő Report című sorozatunkat, melynek ugye a harmadik részéhez érkeztünk, mely egyben le is zárja a trilógiát, ami ugye a két deci benzin című botrányos, vagy botrányt keltő riportról szól. Ezt nem erre István írta, mint ahogy eddig is megtudhattátok. Ennek a születésének a körülményét szerintem elég alaposan körbejárjuk avagy jártuk, és ebben az epizódban fogjuk kifejteni azt, hogy milyen volt a fogadtatása a cikknek, milyen közéleti folyamatokat indított el, és hát milyen fordulatokat hozott még magával akár több év távlatában is, mert hogy egy elég kalandos ilyen sajtótörténeti sztoriról van szó, amit büszkén mondtam a sorozat elején is, hogy rajtunk kívül még senki nem mesélt el, és én erre egy rendkívül jó lehetőségként tekintek. Visszagondolva az eddig elmondottakra, Dániel, mit gondolsz? Hát nyilván ugye azért már kitértünk arra, hogy mi, mi, is volt azért ez az egész szituáció, és hogy nem szeretném azért túlzottan ismételgetni magam, de hát még mindig egy lenyűgöző, vagy hát inkább szörnyű dolognak tartom azt, hogy tényleg ezt így megengedhetik maguknak a mentősök így a 70-es években, hogy ember életeket tesznek kockára azért, hogy ugye egy kis bónusz landoljon a zsebükben. Tényleg az, hogy ugye erre mi volt a reakció, mennyire azért akkoriban egy nagy hírnek számított, és tényleg úgy, úgy sikerült egy kicsit kiborítani a bilit ezzel az egész írományjal, ami szerintem azért jó dolog volt, nyilván ugye a, a mentősök azért így próbáltak védekezni, hogy hát azért itt eléggé túlzásba esik itt a nemere, mert hogy még, mégis csak ezt így nem engedhetik meg maguknak, meg stb., Egyébként egy másik szál, amit ugye szintén prezentáltunk, az az, hogy ha szabad ezzel a szójárással élni, akkor azért nem erre fiatalabb korában egy elég belevaló csávó volt, hogy csak így kiment külföldre, Lengyelországba, ott ugye élt a párjával, meg gyereke született, és így eszperantó nyelven írogatott dolgokat, tehát egy tök érdekes volt szerintem, hogy ezt is mondtam az előző részben, hogy én nem nagyon találkoztam e, így közelebbről olyan emberrel, aki ezt az egész eszperantó dolgot valamilyen szinten is komolyan vette volna, mindig csak egy ilyen urbán legenda szinten keringeti körülöttem ez az egész dolog, talán egyszer még ilyen nyelvvizsgázás érdekében, amikor e, tényleg esetleg ti egyetemre jártatok, akkor ott volt az, hogy nem ilyen dolgokkal lehet pluszpontokat szerezni, és akkor ott volt, hogy hát minél több nyelvvizsgád van, és akkor talán egy eszperantót be lehetne vállalni de hogy egyébként ő ezt tényleg komolyan vette, és azért eléggé élte ezt az eszperantó nyelvet akkoriban ezekben az években, és hát aztán ugye tényleg, hogy itt gyakorlatilag a, a, titkos, az orosz titkos szolgálat is egy kicsit így rámászott, mert hogy olyan dolgokat írogatott, ami, ami ennyire nem tetszett így a, a, kormánynak, végül is hihetnénk azt is akár, hogy ez az egész egy ilyen, egy ilyen fikció, egy ilyen James Bond-szerű karakternek a, a magyar megfelelője, hogy milyen dolgokból keveredett bele, de hát igen, tehát amellett, hogy tényleg rengeteget írt, tehát több mint 700 novellát, meg könyvet, meg ilyesmit, amellett azért egyéb dolgok is azért történtek az életében, és tényleg izgalmas izgalmas évei voltak így, legalábbis ha máskor nem, is akkor ezekben a 70-es években biztosan. Ugye a cselekmény tekintve ott tartunk, hogy megent a két deci benzin, hatalmas botrányt kerekített ezzel az élet és irodalom. Az OMS-t keményen számon kérte a egészségügyi minisztérium, ami vizsgálatot rendelt el, ugye, és jelenleg ez a sztori, tehát a cselekményük idején tart. Tehát az OMS főigazgatója szépen összeszedett mindent az adott témával kapcsolatban, és mint kiderült, vagy ki fog derülni az epizódból, nem csak a témával kapcsolatban végez magánnyomozást, vagy hát kutatásokat. De ugye az a kérdés, amit már az előző epizódban is jeleztünk, a bejátszásokból ki is derülhetett, hogy ugye sokan voltak, akik hát egyenesen szembe mentek a riporttal, mert hogy például adott esetben a szexárdi mentőállomásnak a munkatársai tájékoztatták a Tolnamegyei Néphúságot, illetve annak az újságíróját arról, hogy hát a riport elképesztette őket, mert hogy nincs átfedésben a valósággal, meg hogy az abban foglaltak nincsenek is így. Eleve ugye rámutattak, hogy a, a Nisza gépkocsiknak a gyári ilyen kézikönyve, az sokkal alacsonyabb benzinfogyasztást ír elő átlagban, mint amennyit a Nemere István megjelölt. Tehát, hogy egy csomó ilyen, ilyen ténybeli tévedésre kezdett rámutatni az úgymond konkurens megyei sajtó, és ugye felmerül az a kérdés, hogy lehetette egyáltalán tényellenőrzés akkoriban, pláne az élet és irodalomnál. És ugye vegyük figyelembe, hogy a tényellenőrzésnek mi lenne a funkciója. A tényellenőrzésnek az lenne a funkciója, hogy a, az a cikk, ami kimegy, valakiről vagy valamiről, és hát némiképp kritikus hangot is megüt, az ne legyen támadható, hogy a, a lapot ne tudja a cikk alanya sikerrel megtámadni. Nyilván az, hogy egy helyreigazítási kérelemmel vagy egy sajtóperrel érvényt próbálja szerezni valaki, az tulajdonképpen egy demokratikus vívmány, tehát hogy az egy jó dolog, hogy, hogy bizonyos bírói fórumokon lehet lehetősége van bizonyos embereknek szembe menni, akár a sajtóval is. Ugyanakkor ez a 70-es években hát nem feltétlenül így nézett ki, ugye említettük, hogy effektíven nem volt hírverseny, mert minden maximum az MT is hír lehetett, tehát hogy az újságokban, amit lehetett olvasni, az egy-két helyi érdekességen kívül ugye az ember akkoriban megvette az újságárusnál a mondjuk a népszabadságot, amit akkor a legmegbízhatóbb és egyébként a legnépszerűbb olvasmány volt, illetőleg megvette még talán a, a helyi lapot, és akkor abban abból még ki, ki, tudott deríteni valamit, ami, ami érdekes lehetett számára, de egyébként oknyomozásnak nem nagyon volt tere, mert hiszen nem nagyon volt rá kapacitás, meg igény sem, mert minden központilag volt irányítva, és a, gyakorlatilag a, a párt mondta meg, hogy akkor erről, most jó, erről most lehet írni, vagy nem lehet írni, és hogyha írnak, akkor jól csinálták-e, vagy sem. Uh -huh. És en, ebben a sztoriban, ebben a felállásban a tényellenőrzésnek nem nagyon volt terepe, és hát ugye emlékezünk vissza, a katona éváé volt az élet és irodalmnál a, a riportrovat, és nem vagyok benne biztos, hogy az életes irodalom, ami alapvetően inkább ilyen értelmiségi, művészeti ágon kiforrott sajtótermék volt, hogy ez fel volt arra készülve, készülve hogy például a nemerének a riportján mondatról, mondatra végig ez hogy ez helytálló, meg elfélék. Még ma sem gondolnám azt, hogy egyébként a hírportáloknak a szerkesztőségén belül lenne egy olyan rész, ami arra lenne hivatott, hogy a megjelenés előtt a cikkben szereplő tényeket ellenőrizzék, de már nem is nagyon van erre lehetőség, mert egyébként minden azonnal ellenőrizhető, tehát hogy mondjuk még 20 évvel ezelőtt sem voltak olyan lehetőségek, mint amilyenek most vannak, hogy ráguglizol, rákeresel, befotózod, kifényképezed, mit te, micsoda, akkoriban ugye komoly kutatómunka munka meg dokumentáltság volt fontos ahhoz, vagy szükséges ahhoz, hogy a tényellenőrzés megvalósuljon. Az új Péter egyszer szépen leírta, hogy ugye abban az időszakban, amikor ő a Népszabadságnál dolgozott, ez 90-től kezdődően jellemezte őt, hogy, tehát 1990-ben kezdett dolgozni a Népszabadságnál, akkor ugye szinte egyáltalán nem volt lehetőség arra, hogy elírások, helyesírási hibák csúszanak bele a korabeli cikkekbe, mert hiszen olyan alapos és kimerítő folyamaton ment keresztül minden írás, ami lehetővé tette, hogy a az ingatag vagy egyébként Aggályos tények is akár kiszűrésre kerüljenek. Ezt ugye amiatt posztolta az új Péter, mert hogy akkoriban talán sok Kritika érte a 444-et, vagy talán még az indexet, hogy, hogy, hogy rengeteg az elírás a cikkekben, és hát ugye egy ilyen digitális formátumban, ahol gyakorlatilag egymás után születnek a, a, a posztolandó közéteendő írások, nem nagyon figyelnek arra a munkatársak, hogy jól írjanak, vagy helyesen írjanak, és hát a magyar ember az olyan, hogy itt mindenki készen létbe áll, hogy mikor mondja, vagy írja valaki hosszú jővel a köröziket, mert akkor azonnal rá, rá lehet ugrani a komment szekcióban, hogy körözik, szóval mindegy. Az új Péterben a Tumblr bejegyzésben írja, hogy tehát szépen összefoglalja, hogy milyen folyamaton ment keresztül egy írás addig bezárólag, hogy megjelenik. Megírtad a cikkedet az Erikán, naponta legfőjebb egyet, és néha nem is az Erikán, hanem diktáltad profi gépírónőnek, aki képzett szakemberként kifogástalan helyesíró, némelyik stiliszta is volt. A gépedés eleve úgy zajlott, ugye, hogy nagyobb hibák után az ember megállt, javított, festegetett, újra gépelt, újra fogalmazott, tehát újra-újra polírozta a cikkeket minden egyes hiba után. Ezt a kéziratot elvitte a rovatvezető helyetteséhez, aki elolvasta, a korrektúra jelekkel jelölte a változtatási javaslatait, ezután az ember visszakullogott az Erikához, és újra az egész sztorit. Ezután visszament a H-hoz, ugye a rovatvezető helyetteshez, az leokézta, irányú rovatvezető. Megnézte, jelölte, meghúzta, javasolt, vissza az erikához és újra gépelés. Hogyha ezen a Rostán is keresztül ment, akkor hát legalábbis a népszabadságnál úgy ment a dolog, hogy ment az úgynevezett deskbe az írás, az ügyeletes belpol szerkesztőhöz, neki már volt képe a készülő oldalról, ha nem fért rá, akkor húzott. Hogyha az ügyben jött már új hír, és ezt tudta a belpor szerkesztő, akkor javasolta a cikk bővítését, új címet adott, hogy beleférjen annyi hasába, mint ahányba szánta. Tovább küldte az olvasó szerkesztőnek, ez inkább egy ilyen technológiai folyamat képviselője volt, a gyártás során keletkező szövegromlásokat javította, esetleg stilisztikailag finomított. Az olvasó szerkesztő megolvasta, a leküldte lekülte szedésre. A gépi szedő megint csak kipróbált szakember, nagyszerű helyesíró volt többnyire, de a hibázott akkor ott volt mögötte a korrektor, aki az első kefele vonaton rögtön javított, a szedő ennek alapján korrigált. A kefék fölmentek a belpolszerkesztőhöz, aki átnézte, a címeket javította a javításokat visszaküldte a szedőknek. Na és hát még sorolhatnám, de szerintem már jelenleg is unjátok ezt a felsorolást, ami igazából lehet, hogy csak nekem izgalmas, szerintem rendkívül érdekes a régi nyomdai munka, vagy hát a, a sajtónak a gyártási folyamata, ami a mai világot egyszerűen egyáltalán nem jellemzi, ez inkább egy ilyen németes struktúrát takart, és az az érdekesség, hogy hát ez még a, a 90-es években is jellemezte a sajtó gyártását, holott, az Egyesült Államokban már a 80-as években sem nagyon volt ez a technológia. Tehát ott, ott nagyon gyorsan, nem nagyon gyorsan, csak nagyon hirtelen álltak át a fényszedéses megoldásra. Hát ezt akkor még így hívták, ez egy nagyon szép kifejezés volt, ami gyakorlatilag ilyen nagy teljesítményű digitális gépek általi ilyen papírra ráégetést takart. De ezt csak azért olvastam föl, hogy kiderüljön, hogy azért nagyon hosszú és, és fáradtságos procedúrán ment keresztül egy cikk, és nem feltételezhetnénk, hogy hogy ennyi emberen ácsúszhatnak olyan tényinformációk, amelyek nem voltak szilárdak. Tehát, hogy ha bárki akár, ugye, mint ahogy említette, vagy hát írja az új Péter, a rovatvezető helyettes, a rovatvezető, a belpolszerkesztő, bárkinek megakad a szeme egy olyan információn, ami nem stimmel, vagy, vagy érzi, hogy egy kicsit olyan ingatag, akkor azonnal visszadobja. Hát ez igazából abból a szempontból egy érdekes gondolatmenet, hogy manapság én azért többször találkozom azzal a jelenséggel, hát nyilván leginkább filmek hasonló termékeknél, hogy hogy futhatott át valami ennyi kézen, és tényleg akár a rendező, a forgatókönyvíró, a bárki, és, és ennyi ember azt mondta, hogy ez így jó, ahogy van. Nyilván akkoriban azért más volt a hozzáállása az embereknek, legalábbis feltételezem így a, a, akár a szüleim által elmesélt történetek, hogy tényleg ez a munkamorál, meg az ilyesmi, az hogy nézett ki akkoriban meg hát ahogy ugye a korábbi epizódban is említettük ezzel az esettel kapcsolatban, hogy, hogy tényleg hát azért gyakorlatilag még a kádár oda megy, és akkor elmondja, hogy na jó van, akkor, akkor változtatunk egy kicsit, de még a, a változtatott uh, enyhébb és jobb körülmények között is gyakorlatilag arról van szó, hogy ti bármi hülyeséget írtok, ami nekünk nem tetszik, akkor rátok szólunk, és akkor, hogyha még másodszoros, meg harmadszorosan sem javítjátok ki ezeket az állításokat, akkor gyakorlatilag kirúgunk titeket a a munkahelyetekről. Szóval egy ilyen világban azért el tudom képzelni, hogy valóban, hogyha minél több kézen megy át valami, akkor az talán egy ilyen minőségellenőrzésnek is megfelelhet, hogy ha nem az első, akkor valószínűleg az ötödik, hatodik ember az legalább mond valamit, hogy ezt nem kellene így csinálni. De tényleg maga ez az egész folyamat már amennyit felolvastál belőle, az is egy olyan dolog, hogy, hogy ebben a mai világban tényleg, ahol már bárki írhat egy blogot, vagy bármit csinálhat, és, és azt ír, amit akar, azt csinál, amit akar, ahhoz képest mennyire egy, egy sokkal bonyolultabb és komplexebb folyamat volt az, hogy gyakorlatilag neked valami cikk, vagy bármi az így felcsillan a fejedbe, hogy ezt meg kellene írni, akkor azért az nem úgy történik, hogy két perc alatt már ott is vagyunk, és már gyakorlatilag dobjuk föl akár egy blogra, vagy bármilyen internetes hírportára, hanem azért itt ennek komoly ö, idő, energia, meg munkaerő befektetése volt, hogy ebből legyen egy, egy papírra kész cikk. A botrány értemszerűen lecsapódott az életes irodalomban is. Keveset lehet tudni arról, hogy hogy fogadták akkoriban a egyre csak kibontakozó feszültséget. A Nemere István úgy emlékezett meg róla, hogy az és főszerkesztőjét, ugye Jovánovics Miklóst, hetekig citálták utána az egészségügyi minisztériumba és máshova is. Nekem is azt mondta, hogy Jovánovicsot órákig előszobáztatták. Ugye nekik, tehát a felelős szerkesztőknek akkor havonta egyszer meg kellett jelenni ilyeneken, tehát gyakorlatilag raportra kellett menniük az Acél Györgyhöz, vagy máshoz, Effektíve a szőnyek szélére állították őt, és a Zöldi László pontosított egy cikkben, hogy a Jovánovics Miklós tulajdonképpen nem is citálták, mert hogy a főszerkesztő különleges helyzetét jellemezte, hogy azt a lapot csinálta, amelynek szinte jogot sítványa volt megírni mindazt, amit más újságok nem igazán hozhattak nyilvánosságra. Ugye a kulturpolitika akkori legfőbb irányítója, Acél György is nem egyszer kifejtette az élet és irodalom szerkesztőségében, kajánul az ottaniakra ránézve, hogy nem csinálunk magukból mártírt. Tehát ez egy picit úgy előrevetíti vagy sejteti, hogy az élet és irodalom valóban különleges helyzetben volt, ugye az első részben kifejtettük, hogy egy ilyen Kázdári sajtóterméke volt a Kádári berendezkedésnek, hogy neki volt megengedve az, hogy írjon olyanokat, amik egy kicsit ilyen provokatívak, egy kicsit olyan izgatólag hatnak a társadalomra nézve, a rossz értelemben, de ugyanakkor meg gyakorlatilag fogva volt tartva a mindenkori főszerkesztő, mert bármikor leváltható volt, hogyha nem volt elfogadható az, amit csinál, és hát ugye a Jovánovisról tudjuk, hogy mind dolgozott ilyenkor, meg akarta növelni az eladott példányszámot, az az átlag 29 ezer, az kevés volt, ugye a 60 ezerre volt engedélye az élet és irodalomnak, és ezt jóskán meg akarta ugrani. Mm. Nagyon nehéz egyébként, vagy nehéz lehetett legalábbis ilyen körülmények közt, meg ilyen célok mentén lavírozni, hogy nyilván kirugatni se akarta magát, de hogy máshogy éred el, hogy egy lapot többen olvassanak, mint sem botránykeltéssel, izgalmas, meghökkentő írásokkal. Nem erre István elmondta nekem, hogy ilyenkor az volt a szokás, hogy amíg a téma lefutott, a botrány szerző kiült a kispadra. Ha nagyon érzékeny dologról írt, akkor előfordult, hogy egy évig nem írhatott újra. És ugye itt felmerül az a kérdés, amit az egész sorozatban egy kicsit sejtettem, hogy, hogy mik lehettek a potenciális retorziók. Hogy kiket milyen, milyen és milyen fajta retorzió érhetett, és azt a főszerkesztő miképpen próbálta volna megakadályozni. Ugye több precedensünk is van, itt van például nekünk a Szabolcsi Miklós, akinek a vezetése alatt, ez a, a 1960-tól 62-ig tartó időszak, nem volt jó a hangulat alapnál. De legalább kiállt az írói mellett. Ezt Zöldi László jóvoltából tudjuk, ahogy azt is, hogy a kádári sajtópolitika nem úgy funkcionálta, ahogy azt kádár beígérte. 1960-ban ugyanis Mocsár Gábor levelet írt Zöldi Lászlónak. Mocsár a hajdubiari naplónál dolgozott, a mezőgazdasági rovatot vezette. Azokban az időkben, 1960 telén történt az utolsó neki rugaszkodás. Be kell vinni a parasztokat a szövetkezetekbe. Mocsár Gábor saját élményeiről így számolt be Zöldi Lászlónak. Rengeteg élmény dúsult belém, Mindezt forgácsok a műhelyasztalon címmel, megírtam az életes irodalomnak. Az 1960 per 8. számban jelent meg. Csillagok közt aprók is történések, villanások azoknak az időknek paraszti drámáiról. Következmény egy délelőtt ballagok a bikaszáló felé, át a nagy templom előtti széles úton, amikor mellém csapódik Grand Pierre Lajos, lapunk olvasó szerkesztője. Azt mondja, baj van veled, Gábor. Mi a fene baj lenne? Ki fognak zárni a pártból? Meg vagy hűlve? Engem? Igen, az ésbeli cikked miatt. Honnan veszed ezt a marhaságot? Onnan, hogy tegnap hallottam a Városi párbizottság VB ülésén. Hallottad? Te? Elnevette magát Mocsár Gábor, mert hogy a kollégája süket volt, vagy legalábbis nagyon rosszul hallott de erősködött, hogy hidd el, így igaz, ahogy mondom. Mások is mondták, ezért Mocsár Gábor elhitte. Darvas József akkor éppen Debrecenben tartózkodott, ezért megkereste. A Légy jó, mint halálig című filmet forgatták, tán ő írhatta a forgatókönyvet, az oratóriumban talált rá az imaterem karzatán. Mondom neki, baj van velem, engem ki akarnak zárni a párból az ésbeli cikkem miatt. Darvas nagyon megdömmentette a hír. Bementünk a Bikába, ott a portálon telefonált a megyei pártbizottságra, valaki illetékessel akart az ügyben beszélni. Az illetékes Zsarnócai Sándor az Agitprop ügyek titkára. Zsarnócai kapta magát. Darvasnak nagy tekintéje volt előtte, lejött a Bikába, a sarki étteremben adtunk neki találkozót. Az étterem üres, délelőtt 10 óra lehetett. Darvas neki támadt Zsarnócainak, mit akarnak maguk Gábortól? Zsarnocai tapintatosan közölte, sajnos a baj megtörtént, ki fogjuk őt zárni a pártból, és ezt a javaslatot szövegezte, amikor Darvas telefonált. Darvas kikelt magából, de a kutya úristenit 56 októberre után alig tudtuk nagy nehezen konszolidálni az irodalmi életet, és most maguk mindent összerondítanak. Én akkor felálltam, ott hagytam őket. Rólam ne az én jelenlétemben marakodjanak. Ugye ez a forgácsok a műhelyaszton című írás, ez tényleg elég provokatív volt akkoriban a az akkori berendezkedés fényében, mert hogy ugye akkor próbáltak itt tss esíteni és hát a, a, ez, a, ez az írás gyakorlatilag az akkori parasztságnak a véleményét fogalmazta meg. Egyszerűen nem voltak, ne, senki nem volt nyitott a kollektivizálásra, tehát ez a gyakorlatban már tényleg nem tetszett, különösen a parasztoknak, hát nem hiába ö, jött elő a, a, az akkori, nem, ugye nem a Kádári rezsimnek felruható, ö, ellenségkép, de a, nyilván a kommunista, különösen a Szovjetunióban egyébként ez a kulák kifejezés, ez, ez, egy, ez egy visszatérő ellenségkép volt, ez az ilyen gazdag, vagyont felhalmozó, ilyen, főként egyébként ilyen ukrán földbűves. Na ez csak azért érdekes, ugye, mert hát abból értemszerűen joggal kerekedett akkoriban feszültség, hogy valaki arról ír, hogy a, a nem veszi jó néven azt, hogy kollektivizálás zajlik. Mm. És a Mocsár Gábor még leírta az Zöldi Lászlónak, hogy a Szabolcsi Miklóst is megkereste, védelmet keresendő, és ő akkor azt mondta, hogy megvédjük a szerzőinket. Tehát ő kiállt a szerzőiért. A Mocsár Gábornak igazoló jelentés kellett írnia, a megyei VB fegyelmi bizottságá alakult át, és kimondta a büntetést, dorgálás. Hazament, elővette a tagsági könyvét, az akkori szervezeti szabályzat nem ismert ilyen büntetési fogozatot. Mellékbüntetésként egy hónapra kiküldték a Berettyó újfalui járásba, azzal az indoklással, hogy éljen ott, falun, mert úgy látszik nem ismeri eléggé a paraszti gondolkodást. A másik érdekes precedens, amikor ugye az a kérdés forog fenn, hogy a élet és irodalom főszerkesztője kiáll-e az a szerzőiért, megvédi-e őket, Nemes György ideje alatt jelentkezik, mert hogy neki is volt az élménye, hogy hát döntenie kellett, hogy tartja a hátát, vagy kihúzza magát a főszerkesztői feladatok alól, és nem áll ki az íróiért. A 60 években Szirmai István összehívta az író szövetséget. Az összejövetelen az általános politikai tájékoztatás után Szirmai bejelentette, hogy ismertetni kívánja azokat a döntéseket, amelyeket kártokozó írások megjelenésért hoztak több író, így Simon István, Galambos Lajos, Csóri Sándor és Csák Gyula ellen. Simon nem volt párttag, ezért állami büntetésben részesült azokért a hibákért, amelyeket a kortárs főszerkesztőjeként elkövetett, Galambos Csóri és Csák írásainak meggondolatlan közlésével. Galambos pártbüntetést kapott, mivel a kortásban folytatásban között Zsilipek című regényében volt egy passzus, amely Románia diplomáciai lépését váltotta ki. Csórit egy évre eltiltották a publikációtól, mert egy hosszabb novellájában súlyosan vétett a magyar-szovjet barátság ellen. Az ideiglenesen Magyarországon állomásozó szovjet hadseregcsoport tisztjeit ócsárolta azzal, hogy azt állította, könnyűvérű lányokat visznek a temetőbe, és pénzért a sírhantokon szerelmeskednek velük. Csák Gyulát egy színdarab szövegének közétételért büntették meg. A Békessége a bűnösöknek című színműve a kortársban jelent meg, és a mű tele volt súlyos ideológiai tévedésekkel és ellenséges megnyilatkozásokkal. Ezért is várták el Nemestől, hogy bocsássa el jelenlegi munkaéről, amely történetesen az élet és irodalom volt. Szirmai bejelentését egyébként döbben csönd fogadta, elég sokan féltek akkor tőle az író szövetségben, bár két évre rá 69-ben bekövetkezett a halála, és Nemes Györgyöt annak ellenére hergelte fel a döntés, hogy nem volt érdekelt a kortárs szerkesztői gyakorlatának megítélésében. De az egy dolog, hogy Galambos és Csóri diplomáciai bonyodalmat okoztak, és persze Simon is, aki kritika nélkül leadta ezeket az írásokat. De Csák ügye nem engedte Nemes számára, hogy csöndben maradjon, különösen, hogy ekkor tájt már kezdett nagy mellénye lenni. Úgy döntött városi polgár létére szembe fog szállni a népi káderrel. Bár Csák mentorai azonos szekértáborba tartozó társai, akik többnyire népi származékok voltak, így Darvas, illetve Szabó Pál is, megszeppenve hallgattak, Nemes jelentkezett. Ne haragudj szírabai jelvtárs, de úgy érzem döntésetek nem egészen igazságos. Simon galambos és csóri büntetését is súlyosnak találom, de érdemben nem tudok hozzászólni, mert nem ismerem a dolgokat. De Csák? Ő írt egy színdarabot, és ezt átadta közlésre a kortársnak. A kortárs pedig megjelentette. Csák azonban nem a kortárs, hanem az és ő pedig az ésnél nem követett el semmiféle hibát. Milyen logika alapján kell tehát őt ésbeli állásától megfosztani? Nagyon kérlek, szírmai elvtárs, aludj egyet erre a döntésre, hát ha lehet valami más megoldást találni. Szírmai dörmögötte egyet, aztán azt mondta, na jó, majd gondolkodunk, holnap hív fel telefonon. Másnap, mikor Nemes jelentkezett, megbeszélték, hogy mikor keresse fel. A szerkesztő jelezte, hogy szeretné a helyettese, aki akkor ugye Jovanovics Miklós volt, is vele jönne és hozzá el csákot is, mondta szírmai. Hármasban beállítottak hozzá, leültek a fotelekbe, középen a kerek asztalkán ott volt kiterítve a kortárs bajós következményeket rejtő száma, benne a Békesség a bűnösöknek című művel. Az adott pillanatban nem úgy látszott, mintha a találkozó a csákkal való megbékélés ígéretét hordozta volna. A szöveget valaki zöld színű golyóstollal dekorálta ki. Rengeteg mondat volt aláhúzva, bizonyíték arról, hogy csák egész eszperencere minden csak nem marxista. Ahogy viszont haladtak a beszélgetésben, mind oldott, és tréfásabb lett a légkör. Nemes megérezte, hogy Szírmai szívesen vonja vissza a szigorú ítéletét, ezért csák felé fordult, majd azt mondta: Ne haragudj, Gyuszi, miután újra alaposan elolvastam a művedet, meg kell mondanom, hogy nagyon gyenge. Ezután Szírmai felé fordult, aztán kijelentette: Ha ez a mű jó, átütő erejű, minden, ami kifogásolható benne, nagy hatással lehet az olvasóra, plána a nézőre, hanem előadnák a művet. De így egy rossz műnek semmiféle hatása, funkciója nincs. Vedd úgy, hogy ez a színdarab nincs is. A beszélgetés végén szírmai kisé ügyetlenül fedezve önnön visszavonulását így búcsúzott Csáktól. Egyelőre csak dolgozzon az életes irodalmnál nyugodtan, aztán majd meglátjuk. Na most ez a sztori azért érdekes, mert egy újabb precedensét mutattam be, amikor a főszerkesztő kiállt az írójáért. Tehát ennek volt kultúrája, és ezt megtapasztalhatta a Jovánovics Miklós is. Felmerül a kérdés, ki állt-e nemere Istvánért, aki, mint sokszor mondtam, nem volt állandó szerkesztője az de viszont magától értetődő volt, hogy azért a főszerkesztő nem csak azért van, hogy egyfajta stratégiát, egyfajta víziót álmodjon meg a lapnak, és amell, a, annak a mentén számon kérje a lap működését, hanem ilyen esetekben is, hogy gyakorlatilag tartsa a hátát. Csak hamar megszületett az OMS jelentés is, amelyet ugye levéltárból szereztünk meg, és elhelyeztük a sónoszban szereplő linken, illetve a linken elérhető ankor.hu cikken. Meg tudjátok tekinteni egy elég alapos, ilyen kis gépelt szöveghalmaz, és elég célra törően igyekezett az OMS igazgató rámutatni arra, hogy miben nem ért egyet a, a Nemere Istvánnak az írásával. Hova tovább azoknak az ügyeknek vagy eseteknek is utána járt, amelyekről az életes irodalom szólt, tehát például az inkubátoros ügy, amelyel ugye kezdődött az egész trilógiánk, ugye tönkrement az inkubátor, és elkezdett csökkenni a hőmérséklet, és a benne lévő gyerekek is kis hián kihűltek, amit fokozotta az a probléma, hogy nem volt hajlandó a sofőr nyomni a gázt. Tehát az biztos, hogy az életes irodalomban foglaltaknak meg volt az igazság magva. A dr. Bence Béla főigazgató igazából azokra az ilyen technikai jellegű problémákra mutatott rá ebben a jelentésben, amelyek nem harmonizáltak a valósággal a cikkben, és ezzel a konkrét inkubátoros incidenssel összefüggésben a Bence Béla rámutata a jelentésében, hogy a Nemere István a felmondását megelőző két hónap alatt koraszülöttet nem szállított, a cikkben szereplő eset 76. január 7-én több mint egy évvel a felmondását megelőzően történt. Ugye a cikk... Úgy fogalmazott, hogy másnap beadtam a felmondásomat. Ezzel zárult gyakorlatilag a, a, az a vonatkozó egyik utolsó fejezet, ami arról szólt, hogy ugye a nemere Istvánt egyszerűen olyan behatások érték már ezzel az inkubátoros incidenssel összefüggésbe, hogy itt ezt már elkö, elköltség nem tudta vállalni, de ez nem volt helytálló ez az információ. Ez inkább egy drámai túlzás volt, hogy másnap beadtam a felmondásomat. Nem, tényszerűen nem másnap adta uh. be. És a jelentés rámutat, hogy az Esztergomi Kórház 9 óra 19 perckor kérte ki két koraszülött három órán belüli szállítását a megyei kórház koraszülött osztályára. A mentőegység, amelyben a cikk írója volt a mentőápoló, 11 óra 20 perckor indult el a mentőállomásról, a kórházban felvették a két koraszülöttet és kísérőként egy kórházi nővért, majd elindultak a megyei kórházba 12 óra 45 perckor érkeztek és átadták a koraszülötteket. A menetlevélen Nemere István nem jegyezte fel az inkubátor meghibásodását. Jó lehet, ez kötelessége volt. A mentőgépkocsi vezetője azonban a vizsgálat során emlékezett, hogy valami baj volt útközben az inkubátorral. Elfogadva, hogy az inkubátor meghibásodása folytán valóban lehűlés indult meg, és tudva azt is, hogy ez egy bizonyos hőmérsékleti határ alatt a legsúlyosabb következményekkel jár, tiltakozni kell azon veszélyes és hibás vélemény ellen, hogy beavatkozásra nincs lehetőség, hogy még egy orvos sem csinál meleget, hogy egyetlen lehetőség van a rohanás. A mentőápolónak, azaz a cikk írójának rendelkezésére állt a mentőgépkocsi van izolációs takaró. Ennek sajátossága, hogy az emberi test hőkisugárzásának 88-85 százalékát visszaveri, ezáltal kifogástalanul óva lehűléstől, tehát még orvos sem kellett ahhoz, hogy meleget csináljon. Ezen felül módjában állt segélymentőgép segélymentőgépkocsit, vagy akár a rohamkocsit hívni a megyeszékhelyi mentőállomástól, mindez elmaradt, s valóban szerencse, hogy a mulasztásnak nem volt helyrehozhatatlan következménye. Na hát ez azért egy érdekes fordulat, hogy, hogy már kezdjük egy elég pontosan feltárni azt, hogy az inkubátoros incidens az hogy történhetett, és ugye itt az OMS főigazgató keményen számon kérte azt, hogy hát basszus, volt egy csomó egyéb megoldás is arra, hogy a gyerekeket melegen tartsa, tényleg megtörtént az incidens, de ott volt ez a, ez a, ez a izolációs takaró, vagy mi, ezt miért nem használta, és hogy az OMS főigazgató visszavádolt, hogy hát nem az a baj, hogy tönkre ment az inkubátor, meg lassan ment a kocsi, hanem hogy, hogy mulasztásokat követett el a mentőápoló. Nyilván ezért szokott érdekes lenni, tényleg, hogy minden történetnek több oldala van, és nyilván mi, akik laikusak vagyunk, a legtöbben az ilyen témákkal kapcsolatban, nyilván nem gondolunk arra, hogy milyen egyéb eszközök állhattak a rendelkezésére a kocsiban ülőknek, még így a 70-es években is, hogy ha valami elromlik, akkor azért vannak alternatívák, amivel meg lehet próbálni ugye, segíteni a. a betegeken, és hát valóban igen, az egy érdekes fordulat, hogy egyébként lettek volna még ott dolgok. Ugye attól függetlenül magát a meghibásodást nem tagadják, ami megint csak ugye egy érdekesség, de, de ja, érdekes megint csak egy új nézőpont alapján megismerni ezt a történetet és ezt, a, ezt az eseményt. Aztán a sajtóbotrány eljutott a csúcspontjára, mert hogy egyébként ezt a jelentést talán minden lap megkapta, és mindegyik szemlézett belőle, illetőleg mindenki rámutatott, hogy a tények ismeretének teljes hiánya, meg ilyenek, tehát, hogy keményen ment a Nemere Istvánnak a hiteltelnítése. Érdekes módon Nemere nem ezzel összefüggésben emlékszik vissza, mint a életében a meghatározó karaktergyilkosság emlékére, szóval a későbbiekben kifejtjük, de a sajtóbotrány csúspontja akkor jött el, vagy hát inkább a mélypontja lenne egy jobb kifejezés, amikor a déli hírlap is tudósította az ügyről, nevesül úgy, hogy egyébként ugye szemlézte a jelentést, leírja, hogy a vizsgát befejeződött, tehát amit az egészségügyi minisztérium indított, több megállapítását közreadták, és egy nagyon érdekes és egyébként lesújtó mondat jelenik meg ebben az írásban, ami egyébként a Tóth Zoltánnak tudható be, aki egyébként mindmáig nyugdíjasként publikál, hogy a vizsgát megállapította, hogy a cikkíró két esetben megalapozatlanul írt elmarasztaló sorokat, a harmadik esetben pedig éppen a saját hibájából hűt le az inkubátorok koraszülöttek szállítása Során. Na most ez egy elég kemény tény megállapítás, tehát ez vagy, hát nem tudom, vagy félreértette a Tóth a jelentésben foglaltakat, vagy hát nem tudom, lehet, lehet, hogy a karaktergyilkosság, én kerestem a Tóth de nem jutottam el hozzá ezeknek az öreg motorosoknak régebbi idők újságíróinak, írok Facebookon, vagy írtam, amíg volt Facebook fiókom, de az vagy megakad valami szűrőn, vagy az zöldi László sem válaszolt egyébként, valószínűleg nem jutott el hozzájuk ezek a, ezek a, ezek a levelek, Tóth Zoltán esetében arra vette vettem hogy egyenesen a MediaWorks-nek írjak, aki tudva levő, hogy a birtokában van az összes megyei lap. Egy ilyen fejléces, megcímzett papírt, hogy szeretnék egy interjút kérni, bárhova eljövök, csak beszélgessünk, nem jött válasz. De hát mégiscsak itt van egy tény megállapítás, hogy a vizsgálat azt állapította meg, és ez, ez egyébként nem helytálló, tehát ez egy, ez egy hamis vagy téves információ, hogy a vizsgálat azt állapította volna meg, hogy éppen a Nemere István hibájából hűt le az inkubátor. Hmm. Tehát ez, ez azt feltételezi, hogy a Nemere Istvánnak volt valami közrehatása az inkubátor vetületében, hogy az az ő hibája okán kezdett el leülni, de ez egyrészt nem igaz, másrészt a, a jelentés sem tartalmazott erre utalást. Hmm. A déli hírlap egyébként ugye egy Miskolci székhelyű lap volt, sajátos a helyzet, ugye megint csak a, a, megyei lapoknak a ellentétére érdemes utalni, de azért is volt sajátos a helyzete, mert akkoriban minden megyében csupán egyetlen hírlapot engedélyeztek, és a, a, déli kifejezés, tehát a nevében lévő déli hírlap az nem a földrajzi egységre, vagy földrajzi irányra utal, hanem az időpontra, hogy déli megjelenésű, mert hogy a borsodi gépei az Észak-Magyarországot gyártották estétől kora reggelig, és hát a déli hírlap az meg délben Került gyártásra. Ez a két lap egyébként egy időben. Sőt, igen, amikor elindult akkor a 60-as évek végén, ezt egy épületben gyártották, de aztán összeforrott ugye a 90-es években a médi háborúk magasságába, aztán magánkézbe került, tehát hogy átalakult, érdekes sztori. De egyébként azt kell érteni, vagy arra úgy kell elképzelni ezt a déli írlapot, hogy egy ilyen Miskolci hegyvidék által övezett ipari terület, nem tudom, hogy lehetne ezt megfogalmazni, egy ilyen Miskolci székhelyű lap. Hát ő is beszáll egyébként a, a, a sajtóháborúba, vagy a és és hát nála, náluk ez így vetődött vagy így csapódott le, hogy ugye a nevelének rótták fel az inkubátor tönkretételét. Arra a kérdésre, hogy az élet és irodalom vezetősége kiállta -e a nemere István mellett, mondhatnánk azt, hogy... Egyértelműen nem. Mert nagyon zanzásítva az ezt követő időszakot úgy lehetne összefoglalni, hogy az élet és irodalom nem adott teret annak, hogy a, a nemere István vagy akár más szerző felvegye a harcot ebben a közelti vitában, hova tovább egy ilyen kvázi helyreigazítást is lehoztak, ahol áthárították a Nemerére a felelősséget. Ilyenek szerepeltek abban az írásban, hogy megvizsgáltuk a riportban foglaltakat, nincs hiány szerzői elfogultságnak, tárgyi pontatlanságok és tévedések is találhatók. Tehát egy ilyen semmit mondó vagy egyébként tényleg egy ilyen, ilyen felelősség áthárító közleményszerűség volt, ami gáz szerintem. De meg kell érteni, mert hogy az azt követő években gyakorlatilag elvita a fókuszt az úgynevezett feltaláló vita. Mert hogy ez volt az a vita, ami kibontakozott tulajdonképpen az élet és irodalom hasábjain, és ennek köszönhetően növekedtek meg oly mértékben az eladások, hogy az effektíve a Jovánov és Miklós álmának a megvalósulását tudta realizálni végső soron. Ezt a vitát az és egyik főmunkatársa kezdeményezte sok, -sok előkészület után. Mezei András költő cikke, a Valami nincs kitalálva, 1978. július 1-én látott napvilágot, amely lírai hevületével és sarkított igazságaival készített Ellenkezésre már az alcímei sugalmazó erejűek voltak. Nem kellnek a találmányok, így mulat egy kis ország. Ki a felelős az érdektelenségért, Ha egy feltaláló nem zacskózik, ne az érdekeket kárhoztassuk, mit csináljunk. Mezei András tulajdonképpen felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország évente több milliárdnyi bevételtől esik el, ráadásul a nyugatnémet találmány évi 25 millió márkát vágnak zsebre azzal, hogy lecsapnak a magyar szabadalmakra, mint a szabadalmi védettség ideje lejár. Az élet és irodalom cikkírója erőteljes hangnemben emelt szót a gazdasági szabályozók megváltoztatásáért, és javasolta, hogy engedélyezzék magánszemélyeknek társaságok alapítását, vagy azt, hogy részvényesként vehessenek részt egy-egy vállalkozásban. Úgy képzelte, hogy mindez megvalósítható a szocializmus keretein belül. Egyébként az irodalmi heti lap egy számában Interjút is megjelentett az országos találmányi hivatal elnökével, aki úgy fejezte be a beszélgetést, vagy okulunk a hibáinkból, mulasztásainkból, vagy orba bennünket a világpiacon. És ennek a vitának az az érdekessége, ami egyébként nem a feltaláló vita nevet viselte hivatalosan, hanem az ilyen gazdagok vagyunk vita, ö, nevet, hogy ez gyakorlatilag ez a story, az, hogy elkezdtek egymásra reagálni a különböző lapoknak a munkatársai, egy sajtótájékoztatóban csúcsosodott ki, amiben valahogy úgy az élet és irodalom sikerrel megigazult a megyei lapokkal szemben, mert hogy az állami vezetők ezen a sajtótájékoztatón számítottak volna arra, hogy, hogy a megyei lapok is kérdéseket tesznek fel, mert hogy azok mentén akartak volna reflektálni a vitára, de a megyei lapoktól egy újságíró sem jelentkezett, hogy kérdést tegyen fel. A kezdeményező lap munkatársaként, ráadásul a vita szervezőjeként Zöldi László nem kérdezősködhetett, noha nyilvánvaló, hogy az eszmecseréjük nem kismértékben közrejátszott a sajtótájékoztató megrendezésében. A központi és megyei lapok munkatársai pedig ugyanazt tették, mint amit a vita ideje alatt is tettek. Feszengtek és hallgattak. Várták, hogyan kell megítélni az ilyen gazdagok vagyunk című vitát. Aztán, amikor a miniszter helyettes mégis kifejtette elmarasztaló véleményét, a jelenlévő zsurnalisták nem jegyzeteltek, attól is óvakodtak, hogy az állami vezető megállapításai tudassák az érdeklődők százezreivel. Hmm. És ez ugye végül elhozta a Jovánovics Miklósnak a várakozásait, mert egyrészt a sajtótájékoztató révén az állam miniszteri szinten legitimálta az és eszközeit. Másrészt az és példány száma jelentősen megnőtt amellett, hogy a vidéki lapok ez idő alatt mind a nyomtatásban, mind a sajtótájékoztató végsősoron kusba maradtak. Az és szerepel egy táblázatszerűség, vagy inkább egy lista arról, hogy hogy alakultak az eladott példányszámok. Ugye 67-ben még 25.400 példányt sikerült eladni az ésből, ez 74, 75, 76 környékén, bocsánat, 74, 75-ben 29 ezer volt, és 76-ban, 35 ezer, 77-ben 41 ezer, és egészen 80-ig bezárólag sikerült megduplázni azt a 29 ezeres csúcsot, amit 74-re sikerült elérni. 1980-ban már 60 ezer példányt sikerült eladni az ésből, ez gyakorlatilag a maximális eladható mennyiség volt, ugye emlékszünk, hogy egy pár határozat értelmében csak ennyit lehetett nyomtatni az hmm. ésből, és hát értelemszerűen kitűnik ebből, hogy egyszerűen nem volt Érdekelt a Jovánovics Miklós valószínűleg abban, hogy a, a benzinvitába beleszálljon, pedig hát egy országos jelentőségű társadalmi relevanciával bíró témáról van szó. De az a koncepció, amit ő kitalált, hogy ilyen hivatalosabb emberek, ilyen szakmák képviselői, mérnökök, hát végsősorban ugye feltalálók, tudósok kezdjenek el flexelni a, a lapok hasábjain, és emiatt több és több életes ironom fogjon, az gyakorlatilag a feltaláló vitával valósult meg. És lehet, hogy arról is szó van, hogy nem akarta a Zöldi László, vagyis a Jován Miklós húzogatni az oroszlán bajszát, lehet, hogy elbeszélgetett vele az Acél György az egyik ilyen előszobáztatás alkalmával, hogy ezt a két benzines dolgot, ezt, ezt megállítjuk, ennek vége van. Hát nyilván azért bármikor ilyen dolgokról beszélünk, akkor azért be kell látni, hogy a nap végén mindenki ugye pénzben gondolkozik, és pénzért csinálja azt, amit csinál, és hát nyilván, hogyha meg, meg volt belőle a kellő haszon, hogy ugye sikerüljön egy kicsit feljebb tornázni ezeket a számokat, akkor utána már nyilván ki kell használni a helyzetet, és, és, talán akkor is, hogyha valamilyen szinten ugye az integritás, akkor innentől kezdve megkérdőjelezhető, hogy hát, hogyha eddig kiáltunk az kért, akkor most már miért nem tehetjük meg, akkor ez nyilván elég cikin hangzik de hát hogyha tényleg azért 80-ra elérik a, a maximum példányszámot, akkor, akkor azért valamit sikerült elérni, és akkor gondolom, én tényleg én ezt gondolnám, hogy ez volt valószínűleg a háttérben, hogy akkor nem akarjuk nagyon megbolygatni az oroszlán barrangját, hanem akkor próbáljuk kihasználni azt, hogy ebbe a pozícióba sikerült bekerülnünk. Nem elének egyébként volt lehetősége azért tisztába tenni a nyilvánosság felé ezt a dolgot. 77. november 17-én a dolgozók lapjába közöltek vele egy interjút. Itt utalt is az élet és irodalomban megjelent riportjára. Itt leírta, célzatosan írtam meg azt a riportot, nem csak írói emberi kötességemnek is éreztem, a mentőknél töltött idő alatt meggyőzöttem róla, hogy némely ott tapasztalató visszasságot, az OMS kötelékén belül nem lehet korrigálni. A szóban forgó ügyről a külvilág semmit nem tudott, pedig az üzemanyag takarékossági verseny már 8 éve tart. Nem láttam semmi reményt arra, hogy belső intézkedések révén megváltoztatjuk, kiavíthatjuk a hibákat. Ezért léptem vele a nyilvánosság elé. Elmondta, hogy várakoz a riport visszhangja részben megfelelt, személyes beszélgetésekből és a cikk nyomán hozzáintézett levelekből kiderült számára, hogy minden érdekelt és ki nem érdekelt, hasznosnak találta a probléma nyilvánosságra tárását is, hogy igaza volt, az bizonyítja a napi sajtóban ezt követően napvilágot látott egyes cikkek. Nemere Istvánnak ezután munkát ajánlottak a Magyar Hírlapnál, ami ugye a kormány félhivatalos lapja volt, ami megerősítette számára, hogy riportokkal kell dolgozni. Két cikket le is adott, de úgy érezte, az nem visz sehová, az olvasók nem nyernek igazán semmit ezekből. De Nemere Istvánnak volt még ez az ilyen szociológiai botrányriporter arhetípus hajszolása, tehát hogy ő akkor még nem az a Nemere István volt, akit most, íru, most ismerünk. Fikcióval is foglalkozott, de hogy volt egy ilyen elképzelés, hogy, hogy így illetve azt mondja, azt mondja hogy sokan hitték ezt, hogy akkor ő rááll erre a témára, hogy egy álnéven bekerül munkahelyekre, és akkor onnan így szivárogtat, meg ott feltárja az alávalóságokat, meg hasonlók. De mindesetre abban maradt, hogy ezt a mentő témát ezt nem fogja annyiban hagyni, mert hogy a mentők mindenhol megfordulnak, túl sokat látnak a röntgenosztálytól a különleges szanatóriumig, ezért önálló riportkötet írásába kezdett, amire a magvetővel kötött szerződést. Ez az, amikor hallgat a Sziréna című írás lett volna, és ebből később közölt is részleteket a, az új forrásban, ami a, gyakorlatilag a következő állomása a történetünknek, mert hogy elkezdett utána menni ennek a dolognak, és felkereste azt a régi munkatársát, a Mandel nevű munkatársát, aki még a legelső bejátszásunkban, ez a második epizód közepének a tájékán volt, illetve hát ott jelent meg, és ott mesélte el azt, hogy ez a, ez a Mandel nevű volt munkatársa, hogy ő próbálta jelezni ezt az üzemanyag takarékossági versenyt, meg a, amikor látta azt, hogy a babrának a járművekkel, meg hasonlók, de hogy megrótták, meg elmarasztalták, meg kupánvágták, hogy hát elvtárs ne, lehet bajtás ne, lázítson itt senkit, de a Nemere István meglátogatta, látogatása idején már beteg nyugdíjas volt ez a egykori mentőápoló munkatársa, annak a lakásán beszélgetett egy francia kockás füzetből kitépett lapokon, gyakorlatlan két írta sorok voltak olvashatók, mentős voltam tében. Ez volt a címe annak a különös emlékiratnak, amelyről szerzőjével beszélgetett. A kollégáim szerettek, a vezetőség is megbecsült. Jó ápoló voltam, évekig nem is volt semmi baj velem. Én szerveztem meg a rohamkocsi plegénységét is. A megyeszékhelyen dolgoztam, ahol akkoriban volt egy robú rohamkocsi. Annak az orvosa többször panaszkodott, hogy az ápolókat sorjában osztják be nincs állandó legénysége. Éles helyzetben néha azt sem tudják, melyik műszer volt található. Megkért verbúvájatni egy állandó stábot. A rohamkocsi szolgálat nem volt népszerű az ápolók között, mert nem kaptak borravalót. Javarészt balesetekhez, mérgezésekhez vonultak ki. Mégis összeállt egy jó kis társaság. Nagyon tetszett ez a munka, csak hogy akkor indult be az üzemanyag takarékossági verseny. Persze ez a rohangocsikra nem vonatkozott. De amikor egyszer elromlott a robór, és egy sima nizát kaptunk helyette, ilyen csak elcsodálkoztam. A bányába mentünk egy baleseti sérültért. Ilyenkor a kocsinak még a város belterületén is 70 km-es sebességgel kell haladnia. Szükség esetén még akár százal is, a mi kocsink meg 40-50 km-re ballagott. Az orvos meg csak ült. Egy szó volt. Szólt. Én szóltam rá a sofőre, de az csak nem gyorsított. Azt mondta, úgy látom, sokáig nem voltál a kocsin. Nem tudott, -e, mi van itt. Elhatároztam, hogy rendet csinálok. Abban a hiszemben voltam, hogy csak a mi megyénben történik ilyesmi, és tikában csinálják. A reggeli váltásnál aztán elcsíptam a műszaki vezetőt, erre ő közölte. Bajtás, ha nem hagyja abba az esetkocsi sofőrjének basztatását, elmegyek Pestre, és bejelentem a központban. El kell ismernem, nem finomkodtam. De ő nyugodt maradt. Azt válaszolta. Ez kérem a főorvos bajtás utasítása. Ekkora mit tett? Saját költségemre felhívtam Budapestet, és személyes kihallgatást kértem a főigazgató helyettesétől. Az OMS becsületére és a betegszállítás érdekére hivatkoztam, de nem sikerült az értésükre adnom a probléma súlyát. Ezzel kezdődött a veszőfutásom, bár hozzátehetjük, magam voltam az oka. Ez a verseny akkor 73-ban már a negyedik éve folyt. A kollégák morogtak, de senki sem írt a sajtónak. Hallgattak, vagy elmentek. Az OMS azzal tudta a sofőreket megtartani, hogy a mentőknél nem kell minden nap dolgozni. Akinek szőlője, kertje, földje van, az inkább itt dolgozik a valamivel kevesebb pénzért, mint ott, ahova minden reggel be kell járni. Szóval ők lenyelték a békát, de én nem. Kértem a leváltásomat a rohamkocsi szolgálattól, mert már ott is megkövetelték a csökkentett fogyasztást. Írásban úgy indokoltam, lelkismeretemmel nem egyezhethető össze, hogy sétálva vonuljunk ki. Aztán néhány nappal később számunkért a főnökség, amiért tiszteletlenül beszéltem a műszaki vezetővel. Én azt hittem, ezzel vége is. Bár én nem nyugodtam meg. A vitorlázásért is nagyon haragudtam. Volt kollégáitól tudom, hogy egyszer nyíltan is fellépett a vitorlázók ellen. Az egyik reggeli váltásnál, amikor csak nem az egész személyzet ott volt, kijelentettem. Olyan gépkocsi vezetővel, aki vitorlázik, nem fogok járni. Életveszélyes. A betegre és ránk nézve is. Télen, nyáron minden lejtőn kikapcsolt motorral rohannak lefelé. Ha hirtelen fékezni ellene nincs motorfék. Ráadásul, a folyik ez a versengés, a sofőrök már nem is mentősök. Elvesztették az ember szeretetüket, most ki számológép zakatol a fejükben, minden kanyarban azt számogatják, hány decibelzint tevett a masina. Az lett a fontos, mit fog mondani a garázsmester, hányadik helyre kerül az állomás a havonta kifüggesztett fogyasztási versenylistán. Voltak ilyen listák? Voltak persze, de a sofőrök nem háborogtak. Hallgattak akkor is, amikor én a bitorlázás ellen emeltem szót. A főorvos úr is ott volt, de nem mondott semmit. A vitorlás távolságok egyre nőttek. Ha egy, -egy súlyosabb sérült szállítás, akkor jobban megnyomták a gázpedált, később be kellett hozni az elveszett néhány deci benzint. Nem próbált beszélni a fiúkkal? De igen. Ha magunk között voltunk, igazat is adtak nekem, de nyíltan csak egyikük állt ki. Meg is kapta érte a magáét. Egy másikkal pedig volt egy nagyon érdekes esetem. A verseny óta Mihály szekirozta műszaki vezető, mert neki volt a legmagasabb a fiasztása. Szegény olyan szerencsétlen volt, bármilyen autóra ültették, a gép mindig 17-18 litereket evett a keze alatt. Hát igen, érteni is kell a kocsihoz, nem vitás, ő viszont nem értett hozzá. Egyszer távolsági szállításból jöttünk vissza, beteg nélkül. Hosszú volt az út. Beszélgettünk. Paraszkodott, hogy mennyi baja van a nagy fogyasztás miatt. Prémiumot régóta nem kapott, mert mások 15 liter körül fogyasztottak. Kérdeztem, hogy hát nincsenek neked volános haverjaid. Szereztőlük benzíjegyet olcsón, alig fizetsz valamit, és dőlni fog a prémium. Nos, így is tett. Az illegálisan szerzett, olcsó jegyekből hozzátankolt mindig, ez persze hivatalosan sehol sem szerepelt, és a fogyasztása rohamosan csökkenni kezdett. A műszaki vezető el sem akarta hinni a legrosszabb kocsik, és 14 darab fogyasztottak a keze alatt. Előfordult, hogy lement 10 alá is. Ekkor már rászolgatok a többiek, ne csináljon hülyeséget. A kocsinak a Nisza gyár 17,3 litert ír elő nyáron, és majdnem 19 litert télen egy-egy ügyes sofőr kedvező körülmények között 16 liter körül fogyaszthat. De minden ennél kisebb fogyasztás kétséges. Vagy le van folytva a motor, vagy lopják bele a benzint. Mindez nem tűnt fel a vezetőségnek? Senkinek sem lett gyanús ez a Mihály, hogy hirtelen jó hozzáértő sofőr lett? Jó sofőr? Fő, most ő a megye legjobbja. A legmegbecsültebb dolgozó minden prémiumból nagy részt harap ki. Na no, és az összes új kocsit az ő kezére adják, mert nálam még a bejáratos kocsi is csak 11 liter körül fogyaszt a vezetőség nem ostoba, nyilván tudja, mi történik valójában. Nyilván éppen itt mutatkozik meg a raffinéria. Rávették a sofőröket a csalásra, és azt meg is utalmazzák. De a dolognak van egy másik, sokkal veszélyesebb oldala is. Drágább lett a benzin, mint a vér. Mert nem minden sofőr veszi olcsóban az üzemanyagot. A többség vitorlázással vagy folytott motorral próbálja elérni az alacsonyabb fogyasztást. A szerelő gyakran kisebb átmerő fúvókákat találtak a behozott kocsikban, mint amiket a gyár beépített. Egy ilyen motor nem viszi gyorsabban a kocsit, és mi lenne, ha egyszer tényleg nagyon kellene rohanni. Térjünk vissza arra, hogy megszitták, mert tiszteletlenül beszéltem műszaki vezetővel. Igen, de akkor közbe jött egy váratlan esemény. Itt ez a Mandel nevű bolt mentő ápoló elmesél egy történetet, amikor egy eszméletlen lányhoz hívták ki őt, vagy, vagy őket, és és hát az volt az esetnek a sajátossága, hogy elesett a teraszon és beverte a fejét, de hogy Mandel azonnal látta a szemén, hogy nem koponyaűri bevérzésről van szó, hanem gyógyszermérgezésről, és tudta, hogy az elesés már a mérgezett állapot következménye lehetett. De mivel egyszerű mentőápoló volt, nem mert vitába szállni egy pesti főorvossal, aki az apja volt ennek a lánynak. A belosztályon három másik orvos is megnézte a lányt, mindegyik úgy vélte, hogy beütött a fejét, és azonnal pestre kell szállítani, és Mandel hallgatta, mit beszélnek egymás között az orvosok, még mindig nem mert közbeszólni, végül elindultak pestre a lány apjával együtt, és útközben mondta az apának, hogy a lánya gyógyszerrel mérgezte meg magát. Pesten az idegsebészeten igazat, és a beteget a korányi kórház belosztályára továbbították, ahol kimosták a gyomrát. Tele volt tardillal. Még jó, hogy megúszta a hosszú utat. A főorvos ekkor beismerte, hogy nem a négy szakorvosnak, hanem a mentőápolónak volt igaza, teljesen el volt ragadtatva, hogy a magyar mentőszagátnak ilyen emberei vannak. Azt ígérte, hogy csodaszép dicsérő levelet fog írni magának a főigazgatónak. Ez a lépés az ön akkori helyzetén nyilván segített volna, nem? Ellenkezőleg. A pesti főorvos megírta a dicsérő levelét, a főigazgató továbbította ide a megyébe, a mi főorvosunk pedig hetegig rajta ült. Ezt az irodásoktól tudtam meg. Egy napon aztán hivatott a főnök. Azt hittem végre megdicsérnek, de aztán egy másik papír nyomtak a kezembe. Úgy kezdődött. Az ön ellen lefolytatott fegyelmi eljárás eredménye. Erre mondom, de főorvos bajtás ellenem semmiféle eljárás nem folyt. Mire ő? Hagyja csak bajtás. Ennek így kell lennie. Azt hittem, ott süllyedek Fegyelmét kaptam, mert szót emeltem egy verseny ellen. Az indoklásban persze az állt, hogy tiszteletlenül beszéltem a műszaki vezetővel. Engem meg sem hallgattak. És mi lett a dicsérő levéllel? Hetekkel később felolvasták nekem az irodában, anélkül, hogy készhez kaptam volna. Nem gondolt arra, hogy felmond és máshova megy dolgozni? Nem, én mentős voltam, és az is akartam maradni. De attól kezdve nem ülhettem a rohamkocsira, tovább képzéseket sem tarthattam. Ide-oda lögdöstek, a vezetőség már emberszámba sem vett. Átnéztek rajtam. Persze a többiek sem voltak pakok, látták, mi történik, és féltek, hogy rájuk is sor kerül. Egyre többen mondtak fel, nem tudtak már rendes munkát végezni. Felülről persze igen ügyesen intézték ezt a dolgot. 74-től kezdve nem beszéltek nyíltan arról, ha egy sofőr sokat fogyasztott, és ezért ilyen meg olyan büntetést kapott. Ettől kezdve azok, akik a prémiumot reklamálták, azt a választ kapták. A bajtás rosszul üzemelteti a gépkocsiját. Ugye már ez is önmagában izgalmas, meg hát megerősíti legalábbis számomra, mint olvasó számára vagy hallgató számára hogy bőven volt olyan forrása nem erre Istvánnak, nem csak a saját élmények, hanem érintettek is voltak, akik, akik megerősítették számára, hogy ez az üzemanyag takarékossági verseny is volt. És ugye felmerült bennem is a kérdés, hogy lehetette arról szó, hogy néhány instrukciót, kifüggesztett elvárást, hasonlók, itinereket értelmezhettek-e úgy a különböző mentőállomásokon a munkatársak, hogy ez egy ilyen elvárás, és akkor majd az kap jutalmat, aki ezeket betartja, de hát olyan sztorik derülnek ki a Mandelnak a beszámolójából, amik arra mutatnak, hogy, hogy ezek, ezek, emberi, konkrét emberi személyi problémák, amelyekből gyökerezik ez az egész fogyasztási verseny, hogy gyakorlatilag elvárták a, a, az orvosoktól, hogy, hogy hatékonyan dolgozzanak, és azt nem lehet megengedni, hogy, hogy, valaki saját zsebből tankoljon bele. Tehát, hogy ez a premizálás, ez így rendkívül aggályos, és hát akkor válik a legaggályosabbá, amikor tényleg abban realizálódik, hogy kevésbé nyomják a sofőrök a gázpedált. Mandl mellett nem Nemere István eljutott egy rendkívül érdekes karakterhez. Én őt az informátornak kereszteltem, ő egy OMS vezető volt, akivel egy kávézóban találkozott. Ez az informátor tulajdonképpen szivárogtatott a Nemere Istvánnak. És egy nagyon érdekes információ derül ki, Róla, amit legjobb lesz, hogyha a következő bejátszásból Tudtok, meg kedves hallgatók, nézzétek el nekünk, ez most egy picit hosszabb bejátszás lesz, de annál érzékletesebb és annál inkább segít majd titeket oda helyezkedni, hogy hát milyen folyamatok mentek végbe a felszín alatt, amelyeket még maga nem erre István se tudhatott akkoriban, amikor történt. És ami most ki fog derülni számotokra, az meglepő módon rendkívül sokat fog elmondani az akkori OMS-ről. Tehát, ahogy megállapodtunk, még arról sem írhat, hogyan vagyok felöltözve. Kocsival jöttem-e, vagy gyalog? Rendben. Kérdezzem. Miért egyezett bele a beszélgetésbe? Mert az utóbbi években túl sok olyan dolog történt a szolgálatnál, ami nekem sem tetszik. Amióta létezik a szervezet a mentőkről, 30 évig senki egyetlen kritikus szót sem írt le. Kivéve önt. Nyilván az életes irodalomban megjelent riportomra gondol. Milyen hatást gyakorolt az OMS-re? Mint egy északi írországi pokolgép robbanása jól időzített bomba volt. Mindenki el volt telve saját magával, a vezetőség önnön sérthetetlensége tudatában tetszelgett. Vezetőség alatt kiket ért? Velem együtt vagy húsz embert. Nem számítva a vidéki megyei főorvosokat. Ők mindig is többet tudtak a problémákról, mint mi. Közelebb álltak a dolgokhoz. Persze két malom között törlődnek. Saját embereik és a Pestről érkező gyakran teljesíthetetlen utasítások között. Ezt vehetjük a kritikának is? Ne akarjon beugratni. Ha erre válaszolok, kiderül körülbelül milyen magas fokán állok a hierarchiának. Igaza van. Kérem, folytassa. Szóval a mentők mind abba hitt magukat, hogy a mentőszolgálat védettséget élvez. Ha van is itt valami, azt nem lehet a közvélemény elé tárni. Miket nem szabad bántani gondolták. Aztán megjelent a maga írása, és megijedtek. Egyrészt nyilvánosságra került az üzemanyag takarékosság és az ehhez kapcsolódó versenykértése, másrészt felmerült az aggodalom, hogy legközelebb megírhatnak mást is. Na, no, és féltek, hogy a minisztérium nem áll majd melléjük. Végül ebben az ügyben melléjük állt? Igen, nagy megkönnyebbülésükre. Még csak vizsgálatot sem indítottak elfogadták az OMS főigazgatójának igazoló jelentését. Egy jelentés szerint persze semmiféle takarékossági verseny nem volt és nincs is. Pedig ezt feltárta a Magyar Hírlap egyik vidéki riportja, de még a 168 óra is. Ebben az egészségügyi minisztérium egyik vezetője ismerte el riporton igazát. Persze. Ennek ellenére a minisztérium végül is mellénk állt, megvédett bennünket. Sőt, a nevét adta egy, hogy úgy mondjam, vizsgálat eredményhez. Az ön riportjával kapcsolatban is furcsa reakciónk volt. A riport szombati napon jelent meg, rögtön felhördült az ország közvéleménye, főként azért, mert a rádió már aznap felhívta az ország figyelmét az írásra. Hallottam. Egyik másik vidéki városban aznap nem 250 ért, hanem 5 forintért árulták az élet és irodalmat. Hétfőn kora reggel már az OMS egyik fejese, azaz a kollégám, és az ön volt megyei vezető főorvosa ott toporzékoltak azon a kisvidéki mentőállomáson, ahol ön ezt megelőzően négy évig dolgozott, mint mentőápoló. Nem csak a riportban említett esetek nyomait keresték, sőt, főleg nem is azokat. Elvittek minden naplót, iratot, ami arra a négy évre vonatkozott, amit ön a vállalatnál töltött. Heteken átbújták a papírokat, és visszamenőleg kerestek valamilyen hibát, melléfogást, amit esetleg elkövetett, és amit most a nyilvánosság elé lehetne tárni, hogy magát lejárassák. Észrevettem. A riportban említett tized néhány hiányosságról, problémáról, visszaélésről egyetlen szót sem publikáltak. Helyette személyem ellen intézett kirohanásokkal próbálkoztak. Igen, de ez csak a tehetetlen dühüket tükrözte. Hogy négy év szolgálati anyagában nem találtak nézve semmi terhelőt. Ezt követően elővették a kollégáit, megkérdezték, mit gondolnak az ügyről, önről szóló rossz véleményt akartak kicsikarni. De a volt munkatársai hallgattak. Dicsérni nem merték, szídni nem voltak hajlandók. Ön szerint a riport óta történt valami változás, javulás? Ha a munkánkra, vezetési stílusunkra gondol, nem. Ami vidéken történik, arról a pesti vezetőség továbbra is csak a megyei vezetőkön keresztül értesül. Soha senki más nem kérdezünk meg. Az üzemanyag fogyasztási verseny a mi ötletünk volt. Eleinte a minisztériumban sem tudtak róla. Talán nem is 69-ben, hanem még régebben kezdődött. Ez több okból is jól jött az OMS-nek. Takarékoskodásunkkal jó pontokat szereztünk a minisztériumnál, sokban lehetett tartani a műszaki vezetőket és az összes gépkocsi vezetőt. A műszaki vezetők mégis azt állítják, hogy az üzemanyagfogyasztásnak semmi szerepe nincs az ő premizálási rendszerükben. Lényegében csak a fogyasztás és az esetleges karambolok lehetnek negatív hatással a műszaki vezetők jutalmára, bárki hibájából következik be a baleset. Ezért büntetik a műszaki vezetők különféle módon azokat a gépkocsi vezetőket is, akiket a rendőrség vizsgálata vétlennek minősít. És még a garázsmestereknek, a műszaki vezetőknek is igazoló jelentést kell írniuk, ha valamelyik autónak rendellenesen magas a 100 kilométerenkénti fogyasztása. Ezt nem csak az én riportomban olvashatták, megjelent máshol is. De miért nem lehetett ezt beismerni? Megtehette volna az OMS. Hogy néhány vezetőbeosztású embert bűnbaknak kiáltanak ki, és kidobják a hajóból, hogy az intézmény hírneve tiszta maradjon? Erre gondol? Nem ismeri őket inkább köröm tagadtak. Arra nem gondolt a vezetőség, hogy miután lelepleződött az ország közvéleménye előtt az ember életekbe kerülő üzemanyag takarékossági verseny, ezt most abba kellene hagyni? Ez a kérdés így nem merült fel. Túl nagy lett volna a híre. Ha most újra megengednék az 5-6 literrel magasabb fogyasztást, beismernék, hogy eddig alacsonyabb fogyasztásra kényszerítették a sofőröket. Elméletileg meg soha nem is volt semmiféle verseny, most aztán az ország sok megyében minden úgy megy, ahogyan régen. Számukra ennek a lépésnek van még egy másik belső haszna is. Ezzel megmutatták az OMS gyökeres változásokban reménykedő dolgozóinak, hogy ők sérthetetlenek. Hiába is ugrál bárki, sikere ne számítson. A verseny folyik tovább a sofőrök, a jutalom reményében lefolytják a motorokat, kisebb fúvókákat szerelnek be, lassan hajtanak, illegálisan szerzik az üzemanyagot, nem változott meg a jutalmazási rendszer sem. Egy-egy nemzeti ünnep fedezete alatt osztogatják továbbra is a prémiumokat. A műszaki személyzet esetében pedig továbbra az a fő szempont, mennyit esznek a kocsik. Tőlem sokan kérdezték, hogy ez a betegszállítás rovására megye. Persze, hogy annak a rovására megy. Hiszen a nevünkben is benne van, hogy mentők. A mentésnek pedig alapfeltétele a gyorsaság, mint ahogy minden segítségnyújtásnak csak gyorsan van értelme. Tudom, ön mire céloz. Egyesek azzal próbálkoztak a sajtóban, hogy a gázpedál elmélet már idejét múlta. Vagyis nem a gyorsaság, hanem a szak tudása fontos, a helyszínen kell jól ellátni a beteget, vagy sérültet aztán lehet vinni a kórházba. Tipikus demagóg szöveg. Még Pesten sem állja meg a helyét, ahol sok kocsival megy orvos vagy mentőtiszt, a kórházak pedig közel vannak, és vidéken, ahol csak minden ötödik ápoló szakápoló, Ilyen helyzetben pedig a betegeknek is elsőrendű érdekük, hogy minél előbb orvoshoz jussanak. A kívülállóknak fogalmuk sincs róla, hogy olykor mennyire hajszálon függ valakinek az élete. A gyorsaságra, a gázpedára mindig szükség van. Akkor is, amikor a mentőautó a baleset színhelyére robog. A lefolytott kocsik odafelé is lassan mennek, és nem egyszer el is késnek. Engedjen meg egy személyes kérdést. Ön meddig szándékozik a vállalatnál maradni. Értem a célzást. Hogy miért nem hagytam már ott jóval előbb. Bemondhatom. Ezen gondolkodom már egy éve, kicsit lassan megy elismerem. De ha az ember befut egy bizonyos karriert, vezetőállásba került egy országos intézménynél, nem szívesen válik meg az állásától. A lelki ismerete régebben is sejtettem már, hogy valami nincs rendben, de nekünk pestieknek kevés lehetőségünk volt arra, hogy igazán belepillantsunk a vidékiek körülményeibe. Az ember őszintén szólva sokszor arra gondolt, a vidékiek csak panaszkodnak, sértve érzik magukat. Na no, és mi mindig csak ilyen dolgozókkal beszélhettünk, akik soha nem bágták maguk alatt a fát, óvakodtak konkrét panaszokkal előállni, megvádolni a saját főnökeiket, Soha sincs alkalmunk beszélni olyanokkal, akik felmondtak és kitálalhatnának mindent. Az üzemanyag-fogyasztási versenyről is csak félfüllel hallott az ember. Rebesgették, de ha valaki tényleg után akart volna járni, biztosan az újjára csapták volna az ajtót. Most viszont, amióta napvilágra került ez az ügy, Sokaknak bérizgálja a lelki ismeretét. Valamilyen formában minnyáján vétkesek vagyunk. Minnyáján hozzájárulunk ahhoz, hogy emberek halljanak meg az országban, amiatt, hogy 30-40 embernek, vagy ha úgy tetszik, 5-600-nak több legyen a prémiuma. E ezek szerint büntényekről van szó? Pontosan. Csak azon csodálkozom, hogy tavaly a cikkek után nem avatkozott be a népi ellenőrzés, vagy az ügyészség. Nos, ezt a rendkívül érzékletes bejátszást azért volt érdemes meghallgatnotok, mert ez megint csak megerősíti. Egyrészt az, hogy a nemerének voltak önforrásai, akik szivárogtattak neki, és megerősítették azt, hogy volt üzemanyagtakarékossági verseny. Mellékesen megszereztünk egy feljegyzést a levéltárból, amiből kiderül, hogy a később az ilyen pártfunkcionáriusok elrendelték azt, hogy ezek, ezeknek a kilétét a Mandl-nek, meg a, ennek az informátornak, ennek az OMS vezetőnek a kilétét fel kell tárni, és lépéseket kell tenni ennek érdekében, tehát hogy, hogy ők sem feltételezték azt, hogy ezek légből kapott információk, vagy kitalált források, tehát hogy ennek még az OMS, meg, sőt még az minisztérium is elismerte, hogy ennek ennek lehetett alapja, vagy akár volt is. De ugye az derül ki, ami engem szíven ütött egy picit, hogy a Nemerével szemben gyakorlatilag pártállami módszereket alkalmaztak, és ezt megint csak elismert az OMS vezér egy későbbi jelentésében, hogy mindent, kimentek szépen az esztergomi állomás, és mindent bekértek tőle, és minden munkatársát, volt munkatársát kikérdezték, és minthogyha arra utaztak volna, hogy valami terhelőt sikerüljön feltárni róla, úgy az OMS vezérel ismerte, hogy, hogy hát a, egy vizsgálatnak a velejárója, hogy, hogy, a vonatkozó információkat begyűjtjük, összeszedjük, de olyan volt, mintha az oms olyan szinten váratlanul érte volna ez a, ez a botrányos cikk, hogy, hogy annál váratlanabb reakciók szakadtak ki belőlük és szó szerint már csak már ilyen pártállami módszerekhez folyamodtak annak érdekében, hogy valami kiderülhessen a nemerélős És ugye itt felmerül az a kérdés, hogy hogyan lehetett meg a déli hírlapban az a rendkívül de egyébként hamis információ a Nemere Istvánról, hogy az ő volt a felelős a, a, az inkubátorok meghibásodásáért. Aggályos lehet, hogy a, az OMS meg a, a egyébként az életes irodalommal a és déli hírlapok között lehetett olyan információ átadás, ami valami ilyesmit eredményezett. Ez itt hát szóval egy picit nekem így a Csernoby utáni események jutottak eszembe, hogy KB úgy kezelték itt a, a ebben a történetben is az embereket, mint ott, hogy gyakorlatilag mondasz valami olyat, ami egyébként nagy valószínűséggel tartalmaz igazságot, csak hát éppen nem vett jó fényt egyes -egy szervekre, vagy az államra, vagy akármire, és akkor gyakorlatilag így megpróbáljuk el lehetetleníteni az életedet, meg fel akarunk ásni bármi szemetet, amit te eldobtál bármikor is az életed során, meg bármilyen apróságot, hogy, hogy valami, valami, kis sár legyen rajtad, és hát, de egy, alapvetően egyébként tényleg így a bejátszásokban is azért elég merész dolgok hangzottak el, hogy tényleg így a, a sofőrök is mit csinálnak annak érdekében, hogy akkor ugye meglegyen a, a kis bónusz a zsebben, hogy azért ez a vitorlázás is elég merészen hangzik őszintén szólva, hogy tényleg azért én is volt már ugye, hogy úgy ültem a kocsiba, hogy leállt a motor, és akkor tényleg azért, ahogy, ahogy viselkedik a, a jármű, a fék, meg a minden, és hát most megint csak ugye 70-es évekről beszélünk, tehát azért jócskán bénább volt még a technológia akkor, és azért így veszélyeztetni a, a kocsiban tartózkodók életét, legyen szó szóval akár a betegekről, vagy akár a, 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 személyzetről, tehát azért ez így elég durva, meg hát tényleg az is, hogy mi mindent megpróbáltak megtenni annak érdekében, hogy így hiteltelenítsék a nemerét, és hogy tényleg mi, milyen módszereket vettek elő ennek érdekében. Ez így elég durván hangzik, de hát nyilván azért filmekben is tapasztalhattuk már, hogy mondom most nekem konkrétan ugye a Csernobil eset jutott eszembe, de hogy tényleg a KGB meg ezek is azért rendszeresen csináltak ilyesmit, hogy így megpróbálják az adott személyeket így teljesen eltemetni, eltüntetni, meg amennyire csak lehet, hisz ugye hát a állam meg a, meg a mindenek fölött van az aktuális szervezet, vagy csoda. Ez a két írás azért is jelentős, mert ezek már ugye nem az életes irodalomban jelentek meg, hanem az új forrásban, ami egy ilyen visszafogott kis apró zömök emberkének a főszerkesztése alatt működött. Ez egy tatabányai székhelyű lap volt, és hát amit az életes irodalom nem kapott meg, a kádári sajtópolitikától, azt az új forrás többszörösen megkapta. Mert hogy ennek a Pajer Istvánnak újra és újra meg kellett jelenni a törvényszéken, és rendkívül rosszul viselte. Nagyon nehezen tudtuk feltárni, hogy mik történtek ezeken az eljárásokon, mert hiszen az OMS helyreigazítást követelt, amit, ami alól a Pajer megpróbált némiképp kibújni, de aztán ö, ö, bíróságra ráncigálták őt eleve 40 éves volt, amikor az új forrás, ez a komárom esztergomi megyei önkormányzati lap útjára indult. Pajer István csöndesen élt ebben a vidéki kisvárosban, rövid kefehaj, picinke termet és szemüveg jellemezte, illetve az állandó és szűnni nem akaró munka, bátor, művelt és talpig becsületes emberként emlékeztek meg később rá. Monostori Imre egyébként le is írta, hogy, hogy bár nem erének nem kellett akkor a retorzióra számítania az élet és irodalom tekintetében, meg egyébként sem, de a, ezt a kis példányszámú vidéki folyóiratot ezt az új forrást, na ennek az OMS nem kegyelmezett. Mert hogy Pert indított ellene, ugye tudjuk, Monostori Imre szerint a háttérben folyó egyezkedések és alkuk következményeképpen az Esztergumi megyei bíróság színe előtt Pajer Istvánnak sötét öltönyben kellett elmondania, amit egyes megyei vezetők beléprogramoztak, Hogy az új forrásnak nincsenek bizonyítékai mind amit a szóban forgó riport állít, holott sofőrködő tanúi is voltak. Tehát úgy tűnik, hogy a megyei tanács rábírta pajárt arra, hogy az őt beperlő OMS-nek kedvező módon nyilatkozan a tárgyaláson. Nemere István úgy emlékezett meg erről a tárgyalásról, hogy idekültek Esztergomba a megyei bíróságra egy igen dörzsolt jogászt, aki 30 éve Pesten képviselte a minisztériumot. Vele szemben állt az akkori főszerkesztő, aki még ügyvédet sem fogadott, halvány fogalma sem volt semmiről, és azt hitte, hogy szembe tud szállni az elsőprő gépezettel. Minket nem is hallgattak meg, engem be se idéztek. A tárgyalást szombaton munkaszületi napon tartották, hogy minél kevesebben tudjanak róla. Nem is jött el senki, csak pár ember véletlenül. Köztük volt a tanúm, mellettem ült a közönség pacsoraiban, bármikor készen arra, hogy megerősítsem, minden igaz, amit írtam. De ne adj Isten, hogy szólítottak volna. Zöld is megemlékezett erről a méltatlan paláverről. Ő azt írta, nem ismertem közelebbről az alacsony, nehezen beszélő főszerkesztőt, csak arra emlékszem, hogy ott járkált az Esztergomi Bíróság folyosóján, és kétségbeesve mondogatta, hogy miért jár rá a rúd. Az új forrás már réges-régen helyreigazításra kötelezték, de ő még mindig nem értette, hogy a hatalom példát akar statuálni, lehetőleg úgy, hogy a mértékadó fővárosi értelmiségi körök értsenek a szóból, és a kockázatos művelet minél kisebb áldozattal járjon. Netán egzisztenciák mentek tönkre, az nem érdekelte azokat, akik a korabeli kultúrpolitikát irányították. Tehát ugye az kiderül, hogy a Pajer Istvánt, a Payer István gyakorlatilag az életes idolom helyett is elszenvedte azt, amit egyébként bármely lap elszenvedhetett volna, de ő duplán, és hát érdekes, hogy miért pont egy megyei napi lapnak a főszerkesztője, aki egyáltalán nem tudott ezzel az ilyen keménykedéssel azonosságot vállalni, és a gyakorlatilag Pajer István lett ennek az egész benzinvitának a, a méltatlan módon az áldozata, mert hogy még az 55-öt sem töltötte be, amikor szívroham végzett vele, és a monostori Imre úgy emlékezett meg, hogy ebben szerepet játszott az a permanens készülődés a sose tudni mikor jövő elszámoltatásra. Ennek az állandó idegfeszültségnek, szorongásnak a nyomása, vibrálása. Egyébként próbáltuk megszerezni a, annak a konkrét tárgyalásnak a az iratanyagát, meg is szereztem a támogatói nyilatkozatot, mindent becsatoltam a törvényszéknek, bocsánat, először a levéltárnak, de ők mondták, hogy hát ez, ezt az iratot a törvényszék még nem adta le, ami miatt azért néztem, mert hát nagyjából 50 évvel ezelőtt lezárult az ügy, de mondom, jó van semmi baj, akkor írok a törvényszéknek, gondoltam, csak nem hárítják másra a felelősséget. Míg nem a következő válaszlevelet kaptam a tatabányai törvényszékről. Sajnálatos módon a kérelmében megjelölt ítéleteket a tatabányai törvényszék nem tudja rendelkezésére bocsátani, illetőleg azok személyes tanulmányozása sem lehetséges. Az ügyek iratait a 2010. évben indult terv szerinti selejtezés során a jogszabályi előírásoknak megfelelően selejtezésre, a leselejtezett iratok szállításra, elkülönítésre kerültek. Szerencsétlen módon a selejtezés lezárása, illetőleg az iratok levéltári átadása közötti időben, 2011. július 15-i hétvégén az iratok tárolási helyén a törvényszék alaksorában, ahol a központi irattár is található, csőtörés következett be, melynek során az épület teljes egészében 60 cm magasságban elázott. A leselejtezett közöttük az önáltal is megjelölt iratok olyan mértékben károsodtak, hogy azok nem voltak megmenthetők, illetőleg reprodukálásuk sem volt lehetséges. Úgyhogy hát erre mondjuk azt tudjátok, hogy a törvényszéken valamiért sajátos anyagból gyárthatják a csöveket, mert hogy mindenkinek van egy ilyen élménye, hogy hát beázott az a fránya alaksor. Ennek szerintem ez nagyon gáz. Én nagyon örülnék neki, hogyha ennek a tárgyásnak a fordulatait meg lehetne ismerni, de ez gyakorlatilag mert lehetetlen. És hát már hosszúra nyúl a kis epizódunk, érdemes lenne azzal lezárni, hogy ugye 79. májusában a Bence Béla OMS főigazgató beterjeszt egy újabb jelentést, ezt megint csak meg tudjátok ismerni a show notes révén. Ez gyakorlatilag Kornides Mihálynak a kulturális osztály, az MSZNP KB kulturális osztályának vezetőjének, illetve dr. Medve Lászlónak az egészségügyi minisztérium miniszterhelyettesének terjeszti be, egyben tájékoztatja őket Nemere forrásairól, így Manlurról és az informátorról. Tollal kerül felvezetésre a Cornides miájnak megküldött kísérőlevére, hogy ezt követően sajtóperre került sor, melynek során a bíróság helytelegazító közlemény közzétételére ítélt az új forrás szerkesztőségét. Nem erre végső elengedte a szociológiai botrányriporter szerep hajszolását, inkább mással kísérletezett. Az akkor nébutitásnak és altudománynak minősített forteánus irodalommal. És úgy néz ki, hogy ebben sikeres is volt, ugye gyakran megemlítem a podcastben, hogy az 1986-ban megjelent titkok könyve meglehetősen népszerű volt a 110 vagy 150 ezer példány elvileg mind az utolsó példányig elkelt, és nagyon sok egyébként később is aktív, például UFO kutató is úgy számol, vagy ilyen parakutató is arról számol be, hogy őket ez a könyv indította rá arra, hogy, hogy foglalkozzanak ezekkel az ilyen természetfeletti hmm. dolgokkal, és ezzel kapcsolatban is kialakult egyfajta adok-kapok, többek közt az életes irodalom hasábjain, mert ezt nagyon intenzíven szapulták, például Beck Mihály MTA tag, aki hát rendkívül lesújtó véleményt írt arról az irányról, amit a titkok könyve képvisel, egész egyszerűen azt, hogy, hogy ugye ilyen következetlenül feltárt, egyébként nyilvánvalóan ilyen lengyel nyelvű forrásokból dolgozott a nemere is, de hogy ilyenek szerepelnek ebben a könyvben, és hogy a titkok egy kicsit azért bírálta az ilyen tradicionális tudományokat, hogy hát azok amiatt, hogy nem ismerik el a, a, nem tradicionális ilyen, inkább azt mondanám, hogy ilyen unortodox tudományos irányokat, gyakorlatilag akár még ember életeket is kockáztatnak, hogy például a természetgyógyászatnak nem adnak teret, vagy hogy ezt, azt kuruzslásként hmm. ítélik. A Nemere István azt mondta, hogy a Gyurkó László szerint a népbutítás ilyen szintű esete ügyészért kiállt, és a Nemere István végül az életi irodalomban köszönte meg, a Beck Mihálynak többek közt a szapulós cikkeket, mert hogy ott írta, hogy nagyjából, vagy valószínűleg ennek köszönhetően mind a 110 ezer példány elfogyott. Egyébként ma már szerintem egy, egy év, év alatt eladott ezer példány is azért elég jó teljesítménynek tud számítani. Erre válaszol, hogy egyébként a Beck Mihály megerősítette, hogy hát ez is csak az bizonyítja, hogy az áltudomány az üzlet Egyébként a Nemere István csellel vitt át a cenzorokon a titkok könyvét, elhelyezett benne egy csali fejezetet a lélekvándorlásról, melyről tudta, hogy kidobatják majd vele, de a többi fejezet így megúszhatta. És érdekes, hogy erre, ezzel kapcsolatban emlékezett meg, amikor kérdeztem őt az ilyen karaktergyilkosságra irányuló dolgokról. A két benzinnel kapcsolatban nem emlékszik vissza keserűséggel. Szerintem semmire nem emlékszik vissza keserűséggel, legalábbis így a nyilvánosságban, de a, a, titkok könyvét nevesítette úgy, hogy, hogy na ott élte azt meg, hogy, hogy őt ott lehetetlenít, el akarták lehetetleníteni, mert hogy olyan dolgokban nyúlt bele, amikről nem szabadott gondolkodni, amik, amiknek nem lehetett teret adni nagyon érdekes, hogy végül, végül ezt, ez, hozta el azt, hogy, hogy az a Nemere István legyen ma a Nemere István, akit mi ismerünk. Hát egy érdekes történet volt, és tényleg euh, így ezért visszatekinteni így nagyjából tényleg 50 évvel a múltba, hogy azért ennek az, az egész sztorinak a hallatán néha-néha felcsenget bennem az, amit ugye szoktunk mondani, hogy a magyar ember mennyire leleményes tud lenni, és ugye mennyire tudja a kiskapukat és a szürke zónákat keresni, és megpróbálni teljes mértékben kiaknázni, és hát szerintem ezzel a példával is nagyon jól láthattuk, hogy végül is lehet bőven feszegetni a határokat, nem számít, hogy emberéletek vannak veszélyben, meg hogy mi az ára annak, hogy ugye a mindennapi megélhetésünk mellé egy kis bónuszt, vagy egy kis pluszt össze tudjunk szedni, és tényleg, hogy annak ellenére, hogy egy kis ország vagyunk, azért itt is tudnak ám érdekes dolgok történni, és tényleg azért a különböző fusizás, sunyizás, meg minden azért az nem egy, nem egy, mai dolog, és hát tényleg eléggé szomorú, hogy ez, ez így megtörtént, és nagyon megdöbbentő volt számomra tényleg hallani így a, ezeket a bejátszásokat, amiket ugye gyakorlatilag az akkori interjúk meg ilyenek alapján sikerült összehozni, hogy azért tényleg hogy, hogy, nyilatkoztak az egyes résztvevői ennek az egész történetnek, hogy azért mi mindent nek voltak a szemtanúi, mi mindent éltek át, és hogy gyakorlatilag valaki már azt mondja így, így nyíltan a feletteseinek, hogy ő nem hajlandó már XY-nal együtt menni, mert hogy gyakorlatilag nem csak a beteg, hanem mindenkinek az életét kockáztatja a kocsiban, és akkor utána ráadásul tényleg még még valahogy megoldani azt is, hogy mesterségesen valahogy a fogyasztást manipulálni, ugye ezzel az olcsó benzin vásárlásával, meg kicsit ut utántöltéssel, meg ilyesmi, ez tényleg egy ilyen filmbe ülő történet számomra, mert tényleg fordulatos és eléggé durva részletek vannak benne, és hát nyilván azért az szörnyű belegondolni, hogy, hogy ez, ez bármikor, bárhol megtörténhetett, ahol volt egy kis indítatás arra, hogy, hogy csináljanak ilyesmit. Hát most nyilván ez így kiderült, de ki tudja, hogy tényleg azért az egyéb rendőrség, tűzoltóság meg ilyen helyeken mi olyan dolgok történhettek, akár itt a fővárosban, vagy akár vidéken, amik hasonlóan szörnyű dolgok lehettek. Hisz lehet, hogy ott is voltak ilyen jellegű spórolások, meg, meg ilyen kezdeményezések, hogy na akkor, hogyha valaki hogy valamilyen módon teljesít, akkor annak köszönhetően esetleg egy kis bónuszhoz juthat. Úgyhogy hát elég tragikus, hogy ez így megtörtént, és hát remélem, hogy azért manapság már nem nagyon vannak ilyen, ilyen, dolgok, hát mondjuk gondolom én, hogy azért nem például a benzinfogyasztásához <laughs> kötik manapság, hogy, hogy a mentősök mennyi pénzt kapjanak. Hát ugye tudjuk, hogy szerintem még az első rész elején, vagy valamikor én is talán említettem, a BKV, vagy talán a Volánbusznál azért voltak ilyenek, hogy tényleg ki, hogy nyomatja a légkondit, meg, meg egyes dolgokkal azért lehetett ott mahinálni, aminek én személy szerint azért úgy részese voltam, hogy azért nem az időjárásnak megfelelően volt akár behangolva a légkondi, vagy valami, szóval azért vannak a mai napig ilyenek, de legalább nem az egészségügyben, ahol szerintem elég kritikus lenne az, hogy a körülmények azok minél ideálisabbak legyenek annak érdekében, hogy a betegek azok túléljék a, a bármilyen balesetüket, vagy bármilyen betegségüket. Hát köszönjük, kedves hallgatók, hogy velünk voltatok ezen epizód alkalmával is. Ezen a ponton lezárnánk a két szóló sorozatunkat. Meg szeretnénk köszönni a szinkron a vagy voice aktorainknak, így Török Csabának, Barát Áronnak, Lippai Renátónak és Fodor Dávidnak, hogy közreműködtek ebben a produkcióban. És köszönöm neked is, Dániel, hogy segítettél a rekonstrukciókban. Hallgassatok továbbra is minket, kedves hallgatók, és várunk titeket szeretettel a Szürkezónak kibeszélő nevű Telegram csoportban. Én voltam Rezső, köszönöm Dánielnek a részvételt. Szia. Talk, Talk.